hogy egy apróságot mutassak. Ubazd meg. Jó. Ahogy elnézem, itt egy egészséges tűz fog kialakulni, nem olyan sok, illetőleg már kialakulóban van egyébként. Úgyhogy itt valami kis probléma van. Hát most őszintén szólva, hogy ez hogy a faszba sikerült, azt tudja a bánat. Tulajdonképpen. Minden esetre érdekes. Ahogy elnézem, ez nem gőz, hanem ez füst lesz, mert eléggé messze viszi a szél. Gőz viszont, ahogy azonnal lehűl, ugye el is tűnne, elvileg. Hogy erre sikerült, kisfiam? De tényleg. Hát nem lesz olcsó. Hát lehet rúgni, elállni. Hát ahogy elnézem, rendőrségi vagy tűzoltó intézkedésre nincsen szükség, viszont egy trailer azért nem fog ártani ehhez a műsorhoz. Hát ehhez már kell. Ahogy elnézem, meg van gyakva egy kicsikét az eleje. Hát a füstölés vagy éppen a gőzölés elárt. Üzemanyag rész az ugye nem sérült, tehát azzal nincsen gond. Az bal első része az, ami kicsit nyöfi. Na, valamennyire gurul a kocsi. Mit csinál? Na, gurul az autó. Megy magától, akkor meg is se sérült meg annyira.
csinálunk egy fotót róla. Na hát, úgy tűnik mindenki békésen megvan. A fószer barátunk visszaült a kocsijába. És úgy tűnik már menetkész is. Tehát rongyá vertük a korlátot. De hát ez természetes ebbe a világba. Volt egy fiatalember, aki kisegítette onnan. És innentől kezdve már mehet is az autó. Azt, hogy a korláttal egyébként mi lesz később, hát azt ki tudja. Na kérem szépen, az imént látott eseményeknek a nyomait egy picit közelebbről is szemügyre vesszük. Természetesen, hogy azért lássuk, hogy miről van szó. Nos, íme. Hát ez a korlát maradéka, ami így bírt kiszakadni a helyéből. Természetszerűleg. Hát nem mondom, hogy totálisan rozsdamentes volt egyébként, de azért bírt volna még pár évet. Ugye tekintve, hogy ezt azért a emberek távoltartására találták ki, főleg. De jó. Hát ez kb. Ennyire jó. És hogy teljes legyen a kép egyébként, ezt itt hagytuk, baleset veszélyesen, mert hogy ez így lesz a fasza. Ugye? Tehát ezt így azért a járdába belelógva, természetesen elég faszán föl lehet rúgni. Tehát ez mindenkinek egy gyönyör lesz, aki ezzel fog találkozni majd a későbbiek folyamán. Na hát, így alakulnak nálunk, kérem szépen, a balesetek. Az autóból egyébként nem nagyon látszik, úgy kb. Semmi. Cicás videó. Hogy jó legyen. Mindenhol megtaláljuk a cicust. És hát jó. Na. Tehát kb. Itt tartunk a mutatvánnyal. Így. Tehát gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ez lett ennek a kalandnak a végeredménye. Egyébként itt az úton is láthatóak különböző apróbb nyomok különben, ami arra enged következtetni, hogy itt azért valami volt. Hát ez most történetesen, hogy olaj-e, vagy víz-e, kérdés jó, de valami az biztos, hogy kijött egyébként ebből a járgányból. Hát olajnak tűnő dolog, viszont tisztának tűnik maga az olaj. Ezt feltételezem, hogy ez fékolaj lesz, legalábbis az illata arra enged következtetni. Na, hát itt tartunk.